adótörvény. A 2009-es adótörvényről van szó, hogy az offshore cégek az adóparadicsomokban létrehozott cégek, amelyeknek kifejezetten az a célja, hogy adót kerüljön el, a közteljelviselést elkerülje az offshore cég tulajdonosa, és amelyeken keresztül kétes eredetű pénzeket, korrupciós pénzeket, privatizációs folyamatokból származó pénzeket tisztára lehessen mosni. 2008. november 19-én, amikor Bodolák György, mszp s képviselő, a Parlament Gazdasági Bizottságának elnökeként, aki egyébként Csepeli MSZNP pártitkár volt, beterjesztette ezt a úgynevezett gazdasági bizottsági módosító indítványt, ami nem csak azt tartalmazza, hogy aki a kimentett vagyonait ilyen-olyan-amolyan -olyan módon kimentett, offshore cégekbe mentett vagyonait hazahozza, annak egyszer kell egy minimális összeget megfizetni, ez 5-10 százalék attól függően milyen formában hozza haza ezt a vagyont, nem csak ezt ígéri, hanem a következőket ígéri. Azt mondja, hogy vagyongyarapodásnak nem minősül a hazahozott vagyon. Szó szerint ezt mondja a 2009-es most érvényes adótörvényünk. Vagyongyarapodás később sem állapítható, meg mondja ugyanez ez az adótörvényünk adó ezzel kapcsolatban a későbbiekben sem állapítható meg. Vagyis az apeh ennek a társaságnak a közelében nem mehet, e szerint az adótörvény szerint. Sőt, ami talán a legdöbbenetesebb, és itt már én magam is az Alkotmánybírósághoz fordultam, hogy büntetőjogi felelősségre nem vonható az illető, ha hazahozza az ilyen-olyan-amolyan módon Szerzett vagyonát, vagyis az adó törvénynyel fölülírja a büntető törvénykönyvet. Is. Ez jelzi egyébként a jogrendszerünknek az állapotát. Amit...